Lukács József. Volt kollégái nagy elismeréssel mesélnek arról, hogy öntől tanulták meg, hogy a szoftverfejlesztés célja, hogy egy megbízhatóan működő rendszer jöjjön létre. Ez miért volt önnek fontos? Na most, hát én ugye a KFK-ban azt akartam mondani, hogy nőttem föl, és hát ott rengeteg kolléga volt, fizikusok, kémikusok, mindenféle kollégák, akiktől hát ugye azt tanultuk mindannyian, hogy az a lényeges, hogy olyan dolgot csináljunk, amit használni tudnak. És hát olyan szoftvert is kellett csinálni, amit használni tudnak. Olyan számítógépet kellett csinálni, amit használni tudnak. Tehát tulajdonképpen ez akik ottan dolgoztunk, ez mindannyiunknak a fejében benne volt, hogy a dolog célja nem az, hogy hát működik valahogy vagy valami, hanem az a dolog célja, hogy használni tudják. Úgyhogy ez eleve hozzátartozott a gondolkodásunkhoz. 1933-ban született Budapesten. Azért ez egy nehéz gyerekkort is jelenthetett. Milyen emlékei vannak a gyerekkoráról? Volt azért abban valami szép is? Hát tulajdonképpen nekem nagyon szép gyerekkorom volt, mert édesapám orvos volt. Hát nagyon, nagyon jó gyerekkorom volt. Úgyhogy ez hozzátartozik az egész életem felfogásához, hogy azóta is örülök és köszönöm nekik, hogy hát ilyen jó gyerekkort tudtak biztosítani nekem. 1956-ban a Budapesti Műszaki Egyetem villamoskarán végzett. A villamoskari képzés Magyarországon 49-ben indult csak el. Miért választotta ön a villamoskart? Hát én ugye a pioristákhoz jártam, és ott érettségiztem, úgyhogy ettől eleve mondjuk az lehetetlen volt, hogy bármilyen egyetemre menjek, úgyhogy eleve csak az a lehetőség volt, hogy Műszaki Egyetem, fizikus vagy valami ilyesmi. És akkor gondolkoztam a dolgon, és arra gondoltam, hogy hát fizikus az sok van, villamosmérnök az sokkal kevesebb, és szerintem sokkal fontosabb, hogy egy villamosmérnök valamilyen jó eszközt csinál, vagy valamit, amit jól lehet használni. Úgyhogy ezért választottam a villamosmérnöki kort. És voltak olyan professzorai abból az időszakból, akikre szívesen emlékszik? Hát volt. Hát a legfőbb ilyen volt a Simonyi Károly. És Simonyi Károly az emlékezetes volt, most is megvan a könyve, amit akkor írt, amikor hát ugye 56 után hát mondjuk nem engedték működni, akkor írta meg a fizika történetét, ami azóta is egy kedves könyv. Hogy került az egyetemről a KFK-ba? Hát én az egyetemen én ilyen demonstrátor voltam, és hát sokáig azon gondolkoztam, hogy hát akkor érdemes az egyetemen maradni. És akkor hát egy ilyen bizottság elé kerültem az egyetemen, ahol megkérdezték a szüleimet, testvéreimet, és így tovább. És az öcsém, hát ő pioristának készült, és
megkérdezi valamelyik, szóval papnak készül. Mondtam, hogy igen, akkor köszönjük szépen. Ha jól tudom, ön 1960-ban járt Penzában az Ural gépet tanulmányozni. Hogy kezdett el a KFK-ban ezzel a területtel foglalkozni, és mit tapasztalt ott ezen az úton? Hát a KFK-ban először nem ezekkel kezdtünk foglalkozni, igen, hanem különböző analizátorokkal. És ugye az analizátorok azok nem programozhatók voltak, hanem kapcsolókkal kellett beállítani, uh-huh, hogy ezt vagy azt csinálja. És akkor hát a KFK-i vett egy Ural egy számítógépet. És nem volt se nekem, se Iványi Gyuszinak családja, és akkor gondoltuk, hogy hát ez egy nagyon érdekes dolog, kitűnő dolog, megyünk Penzába. És akkor a Penzenszki Zavodszamba, a szam gyárba töltöttünk, hát elvileg egy fél évre kellett volna menni. Milyen város volt ez a Penza? Ez egy főkormányzósági város. Igen. Ez volt a még a cári időszakban. Igen. Úgyhogy volt ott mindenféle gyár. Hát többek között ez a Samzavod, tehát a számítógépgyár, meg volt valamilyen motorgyár. Ez egy nagyon érdekes hely volt, mert a városka szinte csupa faházból állt. A szálloda, idézőjelben, ahol laktunk, az nem fából volt, az rendes kőből volt. De mondjuk rendkívül spártai viszonyok voltak itt is. Most velünk ugye az Ural egyet akkor nem csak a KFK-i vette meg, hanem a KSH is. És a KSH-ból is voltak egy páron. És mit tanultak ott meg? Hát majdnem azt mondtam, hogy semmit. Láttam, igen, de... Na most, hát ott tulajdonképpen az volt a feladatunk, hogy ezeket az Ural egy gépeket, ezek vascsövekkel voltak. A vascső az elektroncső, csak ilyen külső vasborítás, ez ilyen katonai célokból. Vascsövekből voltak, és germánium diódás. Na most a gyárban ezt úgy tesztelték, hogy hát maga a gép az akkora volt, mint ez a könyvszekrény, mondjuk, csak szélesebb. Ezt deszkákkal bevonták, és melegítették. Igen. És a melegítéssel ugye a diódák azok tönkrementek, akkor cserélgették a diódákat, és ez volt az egésznek a lényege, hogy addig kellett cserélgetni, amíg végül valamennyire jól működött. Úgyhogy ez volt a feladat. Na most mi pedig, hát a kiképzés annyiból állt, hogy ott ülhettünk és figyelhettünk, hogy mit csináltak. Tehát ez mondjuk elég hamar meguntuk, és utána mondtuk, hogy most már tudunk, most már haza is mehetünk. De hát nem lehetett hazamenni, mert ugye ki volt mondva, hogy egy fél év, úgyhogy egy jó pár hónapig ott kellett maradni. Hihetetlen. Elég hihetetlen, igen. Ugyanebben az évben, még 1960-ban Iványi Gyulával kitalálták, hogy a DEC cég PDP típusának megfelelő kis számítógépet hozzon létre az intézet, a KFK-i.
Honnan jött ez az ötlet? Honnan jött az ötlet? Hát ez nagyon egyszerű. Ugye a KFK-ban hát nagyon sokat beszélgettünk, és az egyik fizikus, azt hiszem Amerikából jött haza, és magával hozta a Small Computers Handbook című kis füzetet. Ezt a DEC cég csinálta, és ebben a kézikönyvben az utasítás rendszere benne volt. És akkor megláttuk ezt a gyuszival, mondtuk, hát ezt az utasítás rendszert, ezt mi is meg tudjuk csinálni. Úgyhogy így kezdődött a PDP, illetve a TPA sorozat. Azt hadd kérdezem meg, hogy akkor ez a könyv, ez ilyen tekintetben egy szabad forgalmazású ez könyv szabad volt? Persze, hát ez semmi. Hát ebben, semmi titok? Hát ebben semmi nem volt, ami, tehát maga az, hogy hogyan működik belül, meg ilyesmi, semmi nem volt. Ez maga csak az utasítás rendszere. Uh-huh. Arra gondoltunk, hogy ezt az utasítás rendszert meg tudjuk csinálni. Mert nagyon egyszerű volt. Uh-huh. Hát egy 12 bites gép volt, roppant egyszerű volt, úgyhogy ez akkor egy teljesen triviálisnak adódott. De már előtte gondolkoztunk rajta, hogy tulajdonképpen számítógépet kellene csinálni. Úgyhogy ez a fejünkben benne volt, hogy számítógépet kell csinálni. És amikor ez a könyvecske megjött, akkor mondtuk, hogy hát kivel ezt, beszéltek erről? Hát most már nem tudom, talán a Sándori Mihály volt. Ugye a Sándori Mihály, hát ő nagyon sok mindenben segített minket. A Gyuszi maga mellé vett egy ilyen fiatal kollégát, a Bogdán Jancsit, és ő vele az áramköröket megcsinálták. Elkészült a első példány. Azért mosolygok, mert nagyon érdekes megoldásuk voltak. Igen. Akkor, mert hát nagyon könnyen, ugye ez nem volt beburkolva meg minden, hanem így szabadon, és nagyon könnyen elbillentek a dolgok. Úgyhogy szereztünk egy óriási alumínium lapot, és ahhoz földeltük hozzá, hogy amikor hozzányúlunk valamihez, akkor ne menjen tönkre. Úgyhogy ilyen volt. És akkor írtuk a Iványival a első idézőjelbe fordító programot, ez volt a slang, amit úgy kellett használni, hogy többször kellett beolvasni. Ja, azt nem is mondtam, hogy közben még illesztettünk hozzá a lyukszalagolvasót, meg akkor még a teletype volt a divatos, és olyan teletype nyomtatót. A úgynevezett kamakrendszer, hát fogadtuk el. Perifériás egységeknek a szabványa volt, és ezt vettük át. Hát akkor is már nagyon azon gondolkoztunk, hogy ilyen nemzetközi szabványt kell átvenni. És ez a kamak az nemzetközi szabvány volt, és így különböző kamak modulokat kezdtünk csinálni. És az nem volt probléma, hogy ilyen szabványt megismerjenek, vagy ilyen nemzetközi szabvány? Szóval mennyire volt ez ilyen, ezek a műszaki ismereteknek a szabad áramlása? Hát ez a kamak, ez teljesen szabad áramlású volt, sőt, annyira, hogy ajánlották, hogy
Úgyhogy volt a European Kamak Association, Európai Kamak Szövetség. Úgyhogy ennek tagja lettem. És ilyen címen sokszor jártam Brüsszelbe, mindenfélét szabványosítottak, ilyen európai dolgokat, és többek között a ilyen perifériás egységek szabványosítása, ez is napi rend volt, és akkor a AFK-ban egy másik fiatal kolléga volt annak a fejlesztő társaságnak a vezetője, akik ezeket a kamak modulókat tervezték, és aztán ezt is gyártotta, ezeket is gyártotta a KFK-i. 1966-ban a KFK-iban egy ICT 1905-ös számítógépet helyeztek üzembe. Akkor az ott milyen célt szolgált? Egyáltalán hogy került az a KFK-iba az a gép? A KFK-ban a Nárai Zsolt volt még igazgató, és ő nagyon mondjuk pártfogolta, vagy nagyon szívén viselte, hogy jó számítógépe legyen a KFK-inak, és így rendelték a ICT-nek a számítógépét. Úgyhogy akkor engem küldtek ki. Megtanulni, vagy hogy itthon üzemeltetni a gépet, úgyhogy így kerültem az ICT Manchester gyárába. Manchesterben mit látott, vagy mit tapasztalt, amikor ott járt? Manchesterben? Igen. Sok mindent tapasztaltam. Emberileg is érdekes volt, mert ez mondjuk nem tartozik a számítógépekhez, de egy olyan családnál laktam, aki még a 43-ban volt a angliai csata, és ez egy lengyel házaspár volt, és ő mesélte, hogy az milyen érdekes volt akkoriban. Ugye akkor Anglia felkészült arra, hogy a németek lerohanják. Úgyhogy akkor puskákat osztottak szét a embereknek, és többek közt. Na mindegy, szóval nagyon érdekes volt ez a dolog. Én a gyárban a manchesteri, a Mancunian, úgy mondják, gyárban. Ismerkedtem a ICT géppel. Úgyhogy ez volt a másik számítógépgyár. A második. És akkor itt mennyire más, szóval itt milyen körülményeket talált? Mennyire hatott aztán az később a KFK-ba, a TPA gyártásra, amit itt látott? Már itt tulajdonképpen a KFK és számítógépekre egy hatással volt, hogy itt láttam azt, hogy mechanikusan hogyan rakják bele az egységeket. Azt, hogy hogyan írták a ilyen felhasználói utasításokat, ilyesmiket. Úgyhogy ez volt a második számítógépgyár. Utána volt még kettő. Igen, hol járt még utána? Utána még jártam még egy angol számítógépgyárban, aztán végül egy francia
számítógépgyárban, a Szedőzi gyárban. 2003-ban megírta a TPA könyvet, a TPA történetét. A szakma nagy örömmel fogadta. Tehát, hogy én olvastam, hogy a Szlankó János a köszöntőjében, meg a Havas Miklós is, mindenki ilyen örömmel fogadta, meg én azt láttam, hogy a szerkesztője, a Gazdag István, és aki ugye tudománytörténész, tehát, hogy nagy, mindenki a szakma részéről, ez egy nagy öröm volt, hogy ilyen precízen, szépen elkészült ez a könyv. Tudom, lehet, hogy itt van a könyv. Igen. Jó. Itt megvan, hogy eltértek. Ugye a KFK nevében is köszöni meg a Szlankó János. Igen. A TPA gépek mindig újabb és újabb sorozata vagy típusa jött ki. Azt, hogy ezek a fejlesztések hogy alakultak, ezt önök fogták össze, nyilván jutottak oda, hogy elkészült az első 10 TPA, ugye? Azt elkezdték alkalmazni. És akkor mikor indult el az, hogy egy újabb TP sorozatot lenne érdemes, vagy mi motiválta azt? Ugye volt a KGST. Igen. A KGST-nél volt, meg volt határozva, hogy melyik ország mit csinál. Magyarország vállalta a legkisebb gépet, a R10-et. És hát akkor rossz szemmel nézték azt, hogy most a KFK az itten mit turkál bele. Ezért lett tárolt programú analizátor, mert analizátorokat gyártottunk, az jó. Számítógépet nem. Nem, számítógépet azt nem szabadott, mert az KGST-ben nem a KFK profilja volt, tehát akkor ezért volt a TPA, a tárolt programú analizátor. A TPA fejlődésére azért mégiscsak az volt a jellemző, hogy folyamatosan figyelték, hogy a fejlett világban, nyugati világban, hogy változnak a számítógépek, és az újabb változatok, azok tulajdonképpen ezeket a képességeket már hozták. A DEC-cég, a Digital Equipment Corporation, az ugye először hozta ki a PDP-8-at, és utána ők hozták ki a szóval ők is először ilyen periféria vezérlő gépnek szánták. Csak hogy ahogy ugye nőtt a cég is, meg a lehetőségek, akkor csinálták a PDP-11-et, meg a... Úgyhogy akkor hát így jöttek utána nálunk is a gondolatok, és így tovább, hát aztán később még a Vox. Vox az volt a DEC-nek a még nagyobb gépe. Hát aztán a KFK és fejlesztők, ugye ahogy ez így szokott lenni, vérszemet kaptak, hogy akkor még jelentjek, még olyan, meg még olyan, úgyhogy akkor így jöttek ki egymás után a mindenféle további nagyobb gépek. Hát közben változott a, azt akartam mondani, hogy a széljárás. Igen. Hogy akkor hardvert már mindenki tudott csinálni. Igen. De a programok azok voltak az egyre feszítőbbek. Ugye hát először fordító programok, meg ilyen-olyan, de aztán mindenféle alkalmazási program is. Úgyhogy így a KFK-ban is, hát egy ilyen először egy kis létszámmal, aztán egyre nagyobb létszámú ilyen programozó társaság alakult ki, és tulajdonképpen a Szlankó itten kapcsolódott be. Úgyhogy aztán a
áttevődött a súlypont a hardware-ről a szoftverre és a programokra. Tulajdonképpen a nagy kutatóintézetek jelentős részében volt TPA, és nagyon sok gyárba. Tehát az alkalmazás nagy előrelépését jelentette a TPA-k megjelenése. Hát én nem is tudom, hogy legalább 100 darab elment jobbra-balra, úgyhogy... Ugye a rendszerváltás körül a KFK-i átszerveződött egy kicsit. Akkor ez mennyire érintette önt? Ugye mi voltunk a Mérés és Számítástechnikai Kutatóintézet, amit egyszerűen megszüntettek. Úgyhogy hát én akkor éppen már nyugdíjba tudtam menni, úgyhogy engem érintett is, meg nem is, tulajdonképpen nem különösebben. Ennyiben érintett, hogy... És akkor elment nyugdíjba? A fejem fölött megszüntették. Igen, elmentem nyugdíjba, csak a szlankóék, ugye, hogy úgy is nem kiváltak. Igen. És önállósultak, és akkor ott még a felügyelőbizottságban voltam. De ez már nem a KFK-i, hanem a számítástechnikai részvénytársaság. Így van. És a számítástechnikán kívül mi az a terület, ami önnek kikapcsolódást jelent, ami a hobbija, amivel feltöltődik? Hát a nyugdíjban mentem, utána könyvet fordítottam, könyveket, rengeteg könyvet fordítottam. Igen? És milyen típusú könyveket? Igen. Úgyhogy a... Hát az öcsém, aki nem olyan régen halt meg, ő a Vigiliának volt a főszerkesztője, és a Vigilia számára fordítottam, nem is tudom mennyit, legalább 10 könyvet. Németből és angolból. Most, hogyha kikapcsolódni akarok, akkor rejtvényt fejtek. És mennyire figyeli a számítástechnika mostani fejlődését, informatika mostani fejlődését? Hát kifejezetten a számítástechnika fejlődését nem figyelem, de van egy kis gépem. Így használni használom, tehát mindent azon keresztül lehet intézni. Tehát a banki dolgoktól kezdve a külföldi ismerősökkel való kapcsolattartás. Mindent azon keresztül lehet intézni. A mesterséges intelligenciával sokat foglalkoznak, megjelentek ezek a lehetőségek, ezzel már nem foglalkozik. Nekem az az érzésem, hogy ez még nagyon kezdetlegi állapotban van, úgyhogy... Nem olyan, ami napi használatra működik. Nagyon köszönöm.